már gondolkozunk újabb lépéseken. Novemberben döntött a Gyulai képviselőtestület az Erkel Ferenc nevét viselő művészeti ösztöndíjról. Az erre pályázó fiatal tehetségek havi 25 ezer forintot kapnak a várostól, ha pályázatukat pozitívan bírálják el. Görgény Ernő polgármester a három témában jelentette be, hogy a meglévők mellett egy egészen más típusú ösztöndíjban is gondolkodnak, partnerségben a Békés megyei központi kórházzal. Ez a konstrukció alkalmas lehet majd arra, hogy visszacsábítsa a képzett fiatalokat Gyulára, egyben valamelyest megoldást kínáljon az orvos hiány kérdésére. A héten tárgyaltunk a Békis megyei központi kórház vezetésével, dr. Becsei László főigazgató úrral, egy olyan ösztöndi program megalkotásáról, aminek a célja orvostanhallgatók, kifejezetten orvostanhallgatók támogatása, de cserébe egy olyan kötelezettséget várunk tőlük, hogy utána jöjjenek vissza, és ebben a városban dolgozzanak orvosként a kórházban. Az orvostan hallgatókat segítő ösztöndíjról még folynak az egyeztetések. A részleteket a kórházzal közösen januárban dolgozzák ki. Görgényi Ernő azonban kérdésünkre válaszolva megerősítette, hogy a már működő tanulmányi ösztöndíjakhoz képest ez egy emelt összegű támogatást tenne lehetővé az érintettek számára, ugyanakkor kötelezettséget is magába foglalna, hiszen a támogatást elnyerő fiatalnak helyben kellene munkát vállalnia. A műsorban szó esett a Szent Miklós Park és az Almási Kastély cselétszárnyának a korszerűsítéséről. Görgényi Ernő elmondta, a Kossuth tértől a Várig lényegében ez a láncszem hiányzott, így viszont ezt a szakaszt közel egy évtized alatt sikerült felújítani. A következő lépés az előkészítés alatt lévő sziget program lehet.